Köszöntöm a nézőket a 2012-es esztendő első esti mérlegében itt a Fehérvár Televízióban. A mai műsorban Székesfehérvár polgármesterével, dr. Cserpalkovics Andrással beszélgetek. Üdvözlöm! Köszönöm, és szeretettel üdvözlöm a tévén keresztül a beszélgetést követő fehérváriakat. Egy új év kezdetén óhatatlanul számot vett az ember az első esztendővel. 2011 volt az új Székesfehérvári képviselőtestület első teljes naptári munkaéve. Hogyan sikerültek az erre az esztendőre kitűzött feladatok, elképzelések? Ha a közgyűlés oldaláról közelítjük meg a kérdést, akkor én mindenképpen szeretném megköszönni a közgyűlésnek ezt az első teljes évet. Én azt hiszem, hogy sok egyéb tekintet mellett ebben a kérdésben is szigetként tudott működni a város, hiszen a magyar politikai kultúrát nézve nyugodtan mondhatjuk, hogy szokatlan jelenség az, hogyha egy testület döntéseinek a döntő többségét egyhangú döntésként fogalmazza meg és hozza meg, hogyha úgy fogadja el a város költségvetését, hogy ez a minden képviselő egyetért és minden képviselő támogató szavazattal serket minket annak a megvalósítására. A Fehérváron ez megtörtént 2011-ben. Ezt mindenképpen szeretném megköszönni a közül és valamennyi tagjának pártállástól függetlenül. Talán ez is hozzásegített bennünket ahhoz, hogy minden nehézség, probléma, kétség, kérdés ellenére 2011-ben meg tudtuk valósítani azt a költségvetést, amit elfogadtunk és amit meghatároztunk. Ez azért fontos, hiszen egy város életében a költségvetés tartalmaz minden olyan tételt, minden olyan fejlesztést, minden olyan üzemeltetési kérdést, amit aztán ha az évközben meg tudunk valósítani, akkor azt mondhatjuk, hogy minden nehézség ellenére nem volt ez egy sikertelen esztendő. Így voltunk 2011-ben ezzel Fehérváron, úgy tudtunk megvalósítani, vagy megkezdeni fontos beruházásokat, megvalósítani például a Hímerházat, vagy megkezdeni például a Szennyvíz csatorna beruházást Székesfehérváron, hogy közben a város adósságállománya nem nőtt, sőt arra a tekintettel, hogy nem vettük igénybe a több mint két milliárd forint összegű kötvény, még csökkent is az év végére. Én azt hiszem, hogy ez így a forrongó Európában gazdasági problémák közepette mindenképpen egy komoly teljesítmény, ami dicséri részben a képviselőket, részben a munkánkat segítő polgármester hivatal köztisztviselőit, munkatársait, akik nélkül az ő szakmai hozzáértésük nélkül ez biztos nem sikerülhetett volna. A költségvetés az élet minden területére befolyással van egy város életében. 2011-ben Székesfehérvár mennyiből gazdálkodhatott? 35 milliárd forint körülbelül az az összeg, amire a város költségvetése gazdálkodni tudott. E fölött van még az önkormányzati tulajdonú cégeknek a vagyona. Tehát látszik, hogy Fehérvár, mint önkormányzat is egy nagyon erős gazdasági szereplője a város életének. Nem mindegy, tehát, hogy a mi életünkben mi történik. 35 milliárd forint az nagyon sok, de azt is tudni kell, hogy ugye ez az az összeg, amivel fenn tudtuk tartani és működtetni tudtuk az intézményhálózatunkat. Azt a több mint 4 közalkalmazottat, köztisztviselőt, az ő fizetősüket biztosítani tudtuk, és azokat a fejlesztéseket meg tudtuk valósítani, amelyek a város életében fontosak. Plusz ebből zajlik az a város üzemeltetés is, ami az utcák, terek, közterületek tisztántartását jelenti, egyéb közszolgáltatásokat, közvilágítást jelenti, közösségi közlekedés finanszírozását jelenti. Tehát ha akarom, ez egy nagyon nagy pénz, ha akarom, akkor mindig kevesebb annál, mint amire valóságos igény lenne. Hatékonyan, átlátható módon igyekeztünk gazdálkodni. Nyugodtan mondhatjuk, hogy Fehérvár ma milliárdokból, milliárdokkal kevesebből gazdálkodik, mint mondjuk 2007-ben vagy 2008-ban és ekközben is csökkent a hitelfelvétel. Ez csak úgy lehetséges, hogy egy sokkal költséghatékonyabb, gondosabb, jó, jobb gazdaként történő használata és hasznosítása történik a költségvetési forrásoknak. Azaz a kiadási oldalon megpróbáltuk minden forintot megfogni, amit csak lehetséges volt, és természetesen a bevételi oldalon is megpróbáltuk elérni azt, hogy a bevételi a városnak növekedjenek. E, azt gondolom, hogy ezt nagyjából sikerült elérni. Emellett belső forrásokból, tehát nem hitelből, hanem belső forrásokból sikerült visszavásárolnunk két önkormányzati közszolgáltatást elvégző céget a hulladékgazdálkodás területéről, ugye a Székom részvénytársaságot, valamint a Depónia Kft-t. Ezekből egyébként egy céget fogunk csinálni. Én bízom benne, hogy a város tisztaságán is meg fog ez látszódni. Másrészt pedig én annak a híve vagyok, hogyha a közszolgáltatások városi közösségi tulajdonban vannak. Egyrészt így lehet a város részéről a biztonságos közszolgáltatásokat garantálni és ne fordulhassanak elő olyan anomáliák, mint amilyen a vásárhelyi lakótelepen történt az év elején, amikor egyszerűen egy viogvita következtében egyszer csak leállt egy közszolgáltatás, és a télkelős közepén nem volt fűtés. Ha ez közösségi tulajdonban van, akkor azt gondolom, hogy ez nem fordulhat elő másrészt pedig a bevétel is legyen ebből a városi költségvetésé, annak érdekében, hogy lehessen fejleszteni, lehessen minőséget javítani, vagy lehessen éppen a szociálisan rászorulóknak nagyobb segítséget, támogatást biztosítani. Ha 35 milliárd forint körülbelül ilyen kérdésekre ment el, természetesen azzal, hogy azt gondoljuk, hogy van még mit dolgoznunk ezen a területen, úgyhogy a szintén nem könnyűnek ígérkező 2012-es esztendőben is keressük, mind a kiadási oldalon, mind a bevételi oldalon azokat a forrásokat hogy a város pénzügyileg stabil maradhasson, és elmondhassuk azt, hogy a nagyvárosok közül talán győr mellett az a város Székesfehérvár, még a legstabilabban és pénzügyi oldalon is a legstabilabban gazdálkodik. Az állami számvőszék is elkészítette a nagyvárosokról a jelentéseit, és ezt mutatta ki, hogy rövid és középtávon is a város fenntartható fejlődése biztosított. Említette pár perc, hogy szigetként tudott létezni 2011-ben Fehérvár, mennyire tudja függetleníteni magát a város az európai gazdasági folyamatoktól. Egy olyan gazdasága rendelkező város, mint Fehérvár, amelyik tudjuk, hogy nagyon heterogén és nagyon sok a multinacionális cég, azok az ipari termelők, akik nem a magyar piacra, hanem Európára, vagy éppen a tengeren túra gyártanak, készítenek termékeket, nem vonhatja ki magát természetesen az európai, vagy éppen a világ gazdaságnak a folyamataiból. Úgyhogy mi is izgalommal nézzük mindig hogy azt, hogy mi történik Európában. Talán elmondható az 2011-ről, és én bízom benne, hogy, hogy ez optimizmusra adhatok ott 2012-re vonatkozóan is, hogy független az európai problémáktól Fehérvár iparra azt tudott erősödni és tudott fejlődni. Közel 4%-kal csökkent a városban a munkát keresőknek a száma. Ez természetesen egy statisztika, tehát én pontosan tisztában vagyok vele, hogy mindaddig, amíg legalább egy olyan ember van a városban, aki szeretne dolgozni, keresi a munka lehetőséget, de nem talál, őt nem a statisztika érdekli, hanem a munkahely hiánya érdekli. Tehát van mit tennünk, van mit dolgoznunk. Emellett azt gondolom, hogy ez mégiscsak egy eredmény, hiszen az a közel 4 a a fehérváriaknak az tavaly nem rendelkezett munkahelyel, és úgy tudta az évet lezárni, az új évet kezdeni, hogy most munkahelye van, és munkából származó jövedelemből tudja eltartani a saját családját. Én azt hiszem, hogy ez egy nagy előrelépés. Ez azért volt lehetséges, mert főleg az ipar területén rengeteg fejlesztés történt, új munkahelyeket létrehozó beruházások jöttek létre. Optimizmusra adhatok ott, hogy 2012-ben is vannak olyan fejlesztések, amelyeknek a bejelentése már megtörtént. Gondoljuk itt például a Grundfosznak a új gyár építésére vonatkozó bejelentés, ami egy kutatásfejlesztési központot is jelent Fehérvár életében, ami pedig egy stratégiai kitörési pont lehet a városban. Tehát ezek mindenképpen fontosak. És nem titok az sem, hogy reménykedünk abban, hogy 2012-ben egy-egy új fejlesztést még be fogunk tudni jelenteni. Ahol probléma van, ott a kis és középvállalkozói rétegnél látom, akiknél még bizony nagyon sok olyan vállalat van, amelyik nem tudta, a válságot úgy átvészelni, hogy tudná, hogy mi a jövőképe. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy probléma. Egyrészt nagyon nagy a foglalkoztatotti létszáma ennek a sok fehérvári vállalkozásnak. Nem mindegy tehát, hogy ő mi történik. És talán kitörési pontot jelenthetnek az új Széchenyi terv fejlesztési forrásai. Most is várakozunk, hiszen telephely fejlesztési pályázatok Kírására tő, ö, 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 született döntés még az előző évnek a végén, és most valamikor február környékén pedig bejelentése kerülnek, hogy kik azok a fehérvári cégek, amelyek telephely fejlesztése Európai Uniós forrásokhoz jutnak. Ez, ö, ezek nagyon fontos fejlesztések, hiszen lehetővé teszik a kis és középvállalkozóknak azt, hogy tovább tudjanak nézni a holnapnál, lássanak egy kicsit a holnap utánba, tudjanak merjenek új beruházásokról dönteni, és ezáltal új munkahelyeket létrehozni hogyha ezeken a területeken is tudunk előrelépni, akkor mondhatjuk azt, hogy 12-ben is maradhat egy kis Sziget-Fehérvár, mint amilyen 11-ben volt. Ezért sokat kell tenni, sokat kell tenni a városnak is, az önkormányzatnak is, hiszen a saját megrendeléseinken keresztül mi is tudjuk segíteni a fehérvári cégeket. Legyenek azok kis vállalatok, vagy legyenek azok egészen nagy termelő cégek. Nekünk az a dolgunk, hogy a jogi lehetőségek és keretek között minél nagyobb ütemben és arányban fehérváriak kapják a fehérvári közpénzből megvalósuló fejlesztéseket. Ebben 2011-ben tudtunk előrelépni, akár az informatika területén, akár az iskolatej területén, akár építőipari beruházások vonatkozásában ezen fejlesztések zömét már fehérvári vagy fehér megyei vállalkozások tudják megvalósítani. És ez azért kiemelten fontos, mert látni kell, hogy a Fehérváron a Fehérvári önkormányzat az nem csak egy önkormányzat, nem csak egy hivatal, hanem a gazdaság egyik legfontosabb szereplője is. Ennek megfelelően szeretnék viselkedni, és ennek megfelelően szeretnék a munkánkat elvégezni. Célul tűzte ki maga elé a konzultációt, a folyamatos konzultációt a városlakókkal. Eredményes volt -e ez az elképzelés? Én azt gondolom, hogy igen, nagyon sok és nagyon pozitív visszajelzés érkezett önmagában arra a tényre, hogy ilyen konzultációk vannak és folynak a városban. Amikor az első ilyet csináltunk, még a kampányban voltunk a választási időszakban, és akkor sokan legyintettek, hogy ó, hát ez egy kampányidőszak, és biztos nem fogjuk ezt csinálni akkor, hogyha ha megkapjuk a fejével emberektől a bizalmukat. Talán most már mindenki érzést tudja és látja, hogy szeretnénk ezt folytatni, mert igenis van értelme. Mi soha nem rejtettük véka alá, hogy nem az az egyetlen ember, minden tudó, aki ebben az irodában ül. Akkor tudja a mindenkori polgármester ezt a várost jól irányítani és vezetni, hogyha egy csapatnak a csapatkapitánya tud lenni, és nem egy egyéni harcos. Mert az azt gondolom, hogy minden időszakban nehéz lenne, de így a forrongó Európában problémák közepette küzdő országunkban biztos, hogy kevés lenne. A konzultáció pont arra ad lehetőséget, hogy minden fehérvárja, aki egy adott kérdésben úgy gondolja, hogy szeretné elmondani a véleményét, szeretné megosztani a városvezetéssel a gondolatait, a problémáit, a javaslatait, azt megtehesse időről időre. Ezért indítottuk ezeket a konzultációkat, és ezért fogunk 2012-ben is ezzel az eszközzel lehetőséggel élni. Hát és azt tapasztaljuk, hogy minden egyes konzultáció egyre több embert von be. Az egyre többen gondolják úgy, hogy tényleg szeretnék elmondani a véleményüket, és úgy érzik, hogy ez vissza is köszön utána a döntésekben, vissza is köszön azokban a közgyűlés által elfogadott határozatokban, előterjesztésekben, amikben egy-egy kérdés erejéig ők maguk is kifejtették a véleményüket nem véletlen, hogy az erről szóló kutatások is azt igazolják vissza, hogy a helyi demokrácia a felfogása az embereknek nő. Úgy gondolják, hogy az önkormányzat jobban meghallgatja őket, mint az elmúlt évtizedekben, de nem jelenti azt, hogy és a kutatásokból is látszik, hogy nincs még hova fejlődni. Hát én még mindig nagyon sok olyan embert látok, aki nem hiszi el, hogy tényleg kíváncsiak vagyunk a véleményére. Én ezután is szeretném kérni, hogy igenis fogalmazzák meg a kritikájukat is, a pozitívot és negatívot is, mert ebből tudunk dolgozni, ebből tudunk a munkák tekintetében visszaigazolásokat szert tenni, és talán azokon a területeken előrelépni, ahol még azt gondoljuk, hogy a város érdeke az, hogy előrelépés történjen. November 30-án elfogadta a közgyűlés a 2012-re vonatkozó költségvetési koncepciót. A számok alapján milyen év vár a 2012-ben? Én úgy látom, hogy egy 2011-hez hasonlóan nehéz és küzdelmes év lesz, 2012 is, de nem lesz sikertelen reményeink szerint. Azaz azokkal a területeken tudunk előrelépni, amik azt gondolom, hogy a város érdekében fontosak és ezt a fajta kis sziget jelleget, ameddig a helyi gazdaság tud fejlődni és tud erősödni, addig fenn is fogjuk tudni tartani. Mire gondolok? Egyrészt gondolok a pénzügyi stabilitás fenntartására, ami néha olyan unalmasnak tűnik, de én azt gondolom, hogy mégiscsak első és legfontosabb cél kell, hogy legyen. A város nem finanszírozhatja és tarthatja fenn magát hitelből és adósságállományból, mert előbb-utóbb nagyon nehéz helyzetbe kerülne, és nem lenne ez a fejlődés fenntartható. Hát nekünk az adósságállományt adósságállományt nem szabad növelni 2012-ben sem. Ez egy nagyon fontos alaptézis, amit 11-ben is meghatároztunk sikerült elérni, én remélem hogy 12-ben is sikerül elérni. mellett azonban a fejlesztések nem állhatnak le. Pont annak érdekében, hogy a város ezt a fajta talán egy kicsi versenyelőnyét, azt ki tudja használni olyan településekkel szemben, amelyek azzal lesznek elfoglalva, hogy egyetem működőképesek tudjanak maradni. Be fogjuk fejezni a csatorna programot. 2012 végére elmondhatjuk majd azt, hogy Székesfehér teljes egészében csatornázott lesz. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon komoly eredmény az elmúlt évtizedek összefogását és eredmény és munkáját mindenképpen megmutatja és dicséri. A másrészt ezzel kapcsolatban útfejlesztéseket kell megvalósítani, ez a bizonyos Sára Gyula programot, hiszen sokan autózunk, vagy éppen biciklizünk a városban, vagy használjuk a közösségi közlekedést, a buszt, és mindenki elmondhatja azt, hogy bizony az utak állapota nagyon rossz, komoly előrelépést kell azt gondolom a következő esztendőkben elérni. A Mártirok útja felújításában lépünk előre 12-ben, de számos olyan útfelújítás történik, ami a Szennyvíz csatorna beruházással érintett városrészekben fog megvalósulni, mint ahogy kisfalú ez már meg is történt. Bízom benne, hogy tudunk más városrészekben is komoly fejlesztéseket megvalósítani. Megkezdődik a fő utca felújítása a régészeti feltárással a tavasz elején, és utána pedig a kivitelezési munkákkal. Én bízom benne, hogy egy olyan fő lesz, amire nem csak történelmi múltunk oká lehetünk büszkék, nem csak azt mutatjuk, hogy az ország egyik legszebb belvárosa, hanem az ország egyik legszebben felújított belvárosa is lesz Székesfehérváron. Én úgy azt hiszem, hogy ezzel tudjuk méltóképpen folytatni a Hímerház felújításából azt a nemes és szép pillanatait, amikor a, a ezt megtekinthették, az átadási ceremónián részt vehettek. De ugyanígy én azt hiszem, hogy azok a fejlesztések is fontosak, amelyek például a Kistelek úti bölcsőde felújításában 2011-ben megvalósultak, azaz bölcsőde és óvoda felújításával szükség 12-ben, és a Fiskáros úti orvosi rendelő felújításával folytatjuk az egészségügyi beruházásokat is. De ezek a nagy fejlesztések. Emellett szükség van a városi üzemeltetés biztonságának további garantálására is. Tisztábbá kell tenni a közterületeket, ez mindenképpen prioritás kell, hogy legyen. Nagyon sokan érzik azt, hogy még mindig elég piszkos a város bizonyos tekintetben, mondjuk ki. Ezen változtatni kell, és közösen a városi cégekkel én mindenképpen komoly előrelépést várok 2012-ben. Ha ezeket meg tudjuk valósítani, akkor azt tudjuk valahogy, hogy tényleg egy nehéz év 2012, de mindenképpen sikeres is. Polgármester úr, köszönöm szépen a beszélgetést. Én is nagyon szépen köszönöm, és engedje meg, engedjék meg a fehérváriak, hogy kihasználva ezt a lehetőséget minden székes fehérvári polgárnak kellemes, békés és boldog új esztendőt kívánjak. A fehérváriak nevében boldog új évet kívánok önnek. Én is még egyszer köszönöm a beszélgetést. Önöknek pedig megköszönöm, hogyha velünk tartottak viszontlátásra.